Na, sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és üdvözlök mindenkit a Dark Souls 2 végigjátszásának a következő részében. Ugye az előző részt itt hagytam abba, sajnos egy picit rövidebb rész lett, és össze is lett csapva a vége. El kellett mennem itthonról, mert jöttek egy vendégek, és az a helyzet, hogy itt ezeket én már itt megöltem. Égyni. Igen. Most itt tovább tudok menni az egyik oldalon. Itt ez a fákjás, ezt elkapom. Aha. Hát azért elkapom a másikat is. Biztonság kedvéért. Ez fájni fog. Csak egy picit. Egy. Na. Most lesz az a rész, az nem tudom, hogy mit vettem fel. Na jó van, ezt megnyilazzuk inkább. Gyere bátyja! Ezt már az előző részben rájöttünk, hogy neki nincsen valami hú de sok élete, tehát ennyi konkrétan. Viszont itt ez jó buli lesz. Mert itt varázsolnak egy jó pára, meg van pár-két ilyen kis követőjük nekik. Így, igen, nagyon jó. Szaladj! Ojaj! Mi a franc történik itt? Ja, te meg villámos vagy, a másik az tüzelte meg villámot szorsz, oké. Okay. Na, most jön az a rész, hogy itt nem használhatok majd fákját egyáltalán. Mert akiknél fény van, azok nem kívánatos személyek. Igen, ne csinálj fényt. A fény is mindazok, akik viselik, nem kívántos személyek ezen a helyen, ugye? Na. Mi az, amire szükségem van? Veled már beszéltünk az előző részben, azért nem mondja a teljes monológot újra. Úgy tudom viszont, hogyha abban a pillanatban, hogy fákját gyújtok, ezek itt rám támadnak. Na most... Csinálunk egy olyat, hogy eljövünk erre. Igen, hát erre kell jönni. Viszont kár, hogy ezt nem lehet itt meggyújtani, mert díjaznám. Itt jobbra volt egy kötfal, amit már én ugye átjöttem, és innen fordultam vissza. Most kérdés az, hogy gurulok, az nem töri szét a köveket. Aha. Jó. Az a lényeg, hogy nem szabad, hogy megkongassuk ezeket a tárgyakat. Jaj, te még ott vagy fent. Ajaj. Ez nagyon jó hely lesz, már most látom. Élvezni fogom minden egyes percét. Au! Király! Kezdhetjük újra az egészet. Puszta kíváncsiságban, mi van akkor, hogyha fákjával megyek be? Nyilván nem véletlenül figyelmeztetett minket a fényre. Hol vagy te fákjás, te? Inkább itt harcoljunk, jó? Itt egy picit nagyobb a terület.
Gyere! Na! Jaj, de jó lesz! Hoppá, nincsen sztaminánk. Na, most már nem is kell, hogy legyen. Jönnek ezek a varázslós majmok. Megpróbálok elszaladni mellettük, meglátom, hogy van-e értelme. Valami van, úgyis. Tudom, nem szeretik a fényt, bla bla bla. Várjál csak. Nem tudok fényt gyújtani. Pedig legalább itt ezt meg kéne gyújtani. Na mindegy. Tehát itt vannak ezek a harangosak, ezeket békén kéne hagyni. Kösz! Varázspajzs. Jaj, szavasz csontváz. Ne kongasd meg, légy szíves. Jaj. De nem én kongattam meg, hello. Na, így. Tárgy felvétele, oké. Emberi képmás, az fontos. Viszont valahol, oh, itt egy bonfire, de jó. Viszont leülni még nem akarok. De jó, hogy így óvatosan kell bánni itt mindennel. Jaj, te... téged nem megöltelek itt az előbb? Na, gyere, ha már annyira meg akarsz halni. Sima és sejmeskő. Még mindig nem tudom, hogy mire való. Menj onnan! Ott van valami üzenet. Így ez az ellenfél. Igen, már rájöttem, hogy ott van egy olyan ellenfél, hogy kinyúl a falból. Nem, bonfire, nem bonfire, Estus. Na szóval, ott egy harangos. Lélek. Viszont onnan fentről küldözgetnek rám mindenféle szépet és jót. Hogy ezek honnan kerülnek elő? Kimásznak a földből, basszus. De jó, hogy megkongattad a harangot. Pont kérni akartalak. Ó, de jó, még ez is.
Névtelen bitorló. Jó, hát ilyen névvel csak NPC lehet. Úgyhogy viszonylag könnyű lesz megölni. Ennyi volt. Hú, várj, ellenség. Na igen. Gyenge pont, halál, könnyek, blabla. Zsák utca, hát erre remélem, hogy nem. Szellem. Igen, köszi a figyelmeztetést. Attól függetlenül sikerült bevinni egy ütést. Duó várható. Duó. Aha. Lehet, hogy így gondolta a duót. Jaj, nem! Így gondolta a duót. Ó, a francba. És hogy öljem meg egyszerre csak az egyiket? Akkor jön mind a kettő. Kösz! Na, akkor gyere! De csak szépen óvatosan és egyedül. Egy megvan. Kaptam egy sityakot. Azt a rohadt. Jó, hát ezen a szűk helyen biztos, hogy nem fogok veled harcolni, úgyhogy gyere te is utánam. Úgy, úgy. Anyádat, jó? Na! Ja, itt van egy ilyen szellem a falban. Jó van, jó tudni. De azt nem öltem meg már. Fene tudja. Na, tehát akkor a duó az kivégezve. És itt próbáljunk meg nem leesni. Itt lesz egy rajtaütés elvileg. Támadás várható. Rajtaütés. Hoppá, tunya. Miféle rajtaütésre lehet itt számolni? Huha. Hazatérő csont. Innen nem, ez Zsák utca. És megkongatta direkt a buzia. Direkt kongatta meg. Direkt megkongatta az a szar zombi, te. Nem hiszem el, basszus. Direkt megkongatja. Direkt. Szóval ez a rajtaütés. Valamire azért kíváncsi vagyok. Mi van akkor, hogyha viszek magammal a fákját? Ugye elvileg nem szeretik itt a fényt. Na! Hát eddig így nem történik semmi. Igen, visszajutottam majdnem ugyanoda, ahol az előbb voltunk. Jaj, nem, 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 nem. Ez most nem a pajzsos művelet lesz.
Most kérdés az, hogy azok a dupla pajzsos majmok ott lesznek-e ismét? Feltételezem, igen. Ott hát. Ó, Istenem! Gyere már! De csak az egyik őtök. Jaj, már megint mind a kettő jön egyszerre. Egyel is alig bírok el. Nem, hogy kettővel. Na. Életkő. És akkor jöhet a másik is. Gyere, bátya. Téged is kinyírunk. Hó. Beszorultam. Jó, az a kis pajzs. Tehát így ellenáll mindennek. Na. Szóval, rajtaütés. Kell nekem egy fákja. Akár tetszik nekik, akár nem. Nem. Tehát ha egy mód van rá, akkor ne. Igen. Meg fogja kongatni, mire visszaérek. Annyira tudtam. Van balra egy ilyen kapcsoló. Nem tudom, hogy mi történik. Ja, hogy ez? Aha. Viszont lassan kéne nekem egy bonfire. Hurrá ezért üzenet. Hurrá ezért egy láda. Oké. Okay. Erre... nagy kötfa, tuti, hogy boss. Én előbb keresek egy bonfire-t, vagy egy shortcutot, vagy bármit. Tehát szerintem nem véletlenül engedtem itt ezt le. Próbálkozok ugrás, de figyeljek jól. Na várjál. Itt én már jártam. Nem? De. Hát itt a bonfire. Honnan jöttem pontosan? Mert most már eltévedtem. Innen. Nem tudom, hogy honnan jöttem. Basszus, eltévedtem. Hogy arról? Nem, eleve innen jöttem. Igen. Igen. Jó, tudom. Tehát most már így képben vagyok.
Hát azt a létrát azt nem tudom megmászni, az esélytelen. Ajaj, itt valami történik. Ember, oltsam el a fényt. Jaj, teljesen visszajöttem a legelejére, aha. Jó, tudom. Anyát, te mikor kerültél ide? De ki se írta, hogy beinvédeltek. Nem írta ki, hogy inveltek. Jó, legalább tudom, hogy ez egy shortcut volt, amit itt megnyitottam. Hát nem mondom, hogy nyugodt szívvel jövök erre. Mert nem, akkor hazudnék. De legalább tudom, hogy nem kell végigmenni azokon a hülye köveken újra. Na ne! Ne már! Most direkt kell rolkongattak. Én nem tudom, hogy hol kongatok, de tehet egy szívességet az illető. Az fasza volt. Meg ez is. ezer lélekért ide vissza kell jönnöm. Vaj, de jó. Viszont nem innen fogok jönni, hanem innen. Tehát az első bonfire-től, mert az első bonfire-nél csak itt feljövök. Itt vannak ők páran. Jó van, tegyél már egy szívességet. Na. Életkő, az fontos. Gyere ide. Igen. És meg is halt. Yep. Na, most jön az a rész, amikor ezt a felkészült elkapom újra. Ja, tényleg még itt van ez a pajzsos is. Az itted mi? Na gyere te, nagy böhöm. Na. Itt meg csak átszaladunk, mert az előbb az a taktika az bevált. Nem már, hogy szánalmas már megint megtámadott minket. Igen, volt róla szó, hogy ő többször be fog minket imbálni, hát megtörtént újra. És most elég soki... Miért volt olyan sok élete, és miért nyírt ki az a rohadt kaszájával? Oh. Tehát erre eljövünk. Tehát erről közelebb van. Csak én a köveket el akartam teljesen kerülni. Most jó kiszapadtam magam. Jó, megszivattam magam, de jó.
Nem tudom, valami szalad utána. Na nézzük, mi ez a boss. Ugye nem te vagy Vendrick. Jobbnak láttam beszaladni ide. Ez tuti, hogy Vendrick lesz. Van egy olyan érzésem, hogy ő Vendrick király. Jó, nagy a fegyvered, tetszik. Nem Vendrick. De attól még nagy a fegyvere. És még jobb, hogy nem ismerem a támadásait. Meg az is jó, hogy nincs ezt, aminánk. Anyád miért rám rúgott? Anyád! Au! Simán kinéztem volna, hogy ő Vendrick, de nem. Ő csak egy király védelmező. Ó, Istenem. Szaladj már! Jobban szerettem volna eldodzsolni, igen. Valami most történni fog. Menjél ki belőle. Fogadjunk, hogy hoz magával erősítést. Au. Oké. Tehát ez új volt, ezt én nem tudtam, hogy neki van ilyen támadása. Jó, benyomunk egy emberi képmást. És bízom benne, hogy oda lehet menni egy fantommal. Így, jobbra el. Aha. Jó. Most már megvan. Az a baj, hogy a távolban én nem látok jelet, amit lehetne idézni. Anyád. Dodge. Így áll. Igen. Védekezzél már, hello! Na. Bazd meg, ezek folyamatosan jönnek. Ezek... 600.000 fok. Folyamatosan jönnek itt. Vagy játszaladsz, vagy véged van. Jó. Muszáj lesz valahogy megölni.
Mert még hogyha félnének a fénytől, és azért ne hozzak ide fényt magammal, de nem. Vagy legalább itt lehetne idézni a fantomot, de nem. Itt le. Miért? Aha! Most már tudom, hogy miért kellett ide lejönni. Már tudom, hogy hol kongatják a harangot. De folyamatosan jönnek a zombik, akik... Azt a harangot nem lehet szétcsapni. Hogy végleg elpusztítani. Most abba hagyta. De? Sehol nem jön. Az a baj, hogy már kint van mind. Na, egyszer. Talán így könnyebb lesz. Ismétlem, talán. Árny várható. Ez kell nekem, ezt tusz vissza. Elsöprő támadás. Persze, gyertek mind a ketten. Mi a franc? Mióta van olyan fegyvered, hello? Cseh, haver! Jó, azt jó felvetted, gratulálok. Ott a fantom jel. Igen, megidézzük a fantomot. Au! Au! Na, hogy meghaj! Gyere be! Hát remélem, hogy be tud jönni. Bejött. Legalábbis remélem. Igen, ott van, jól van. Támad! Támadj, légy szíves! Azaz. Jó lesz. Üsd meg, légy szíves! Azaz. Nem fogja túlélni. Ó,
Au! Támad meg, légy szíves! Jó, a fantom legyőzve. Au! Igyunk. Hát nincs sok HP-ja neki. Várjál, várjál! Ezt már egyszer játszotta velem. Még egyszer nem fogja. Anyádat. Hát nem elugrottam. Jó, csak egyet üttök. Aha. Jól van már. Uha. Nem elég meleg van, még ez is leizzaszt. Most kéne megtámadni, amíg... Jaj, nem, nem. Igyel. Na, még egy gesztuszom van. Anyádat. Nagyon jó. Anyád, na még egy gesztuszod. Meghaltunk. Mennyi élete volt neki most őszintén? Ó, Istenem. Miért? És megint nyomjuk be emberi képmást, csak közben 66 cucc itt van fölöslegesbe. Hát leizzadtam rendesen ennél a bossnál, és még meg se sikerült ölni. Na. Na. Igen. És szerintem többet nem fognak megidézni. Vagy várja? Lehet, hogy de. Honnan kerültél elő? Honnan került elő? Hát nem megöltem itt mindegyiket. Nagyon jó. Be a bosshoz. Király. Ja, tényleg, hát a 50-valahány ezer lelket már elbuktam. De mi a fene történik? Jön a második fész. Már egy kicsit kevesebbet sebzünk rajta, és ő is erősebb.
Jó, van, már nincs sok HP-t. Na. Csináljál valami olyan támadást, amitől pont ilyen támadásra gondoltam. Ez az! Jaj, menjünk tovább, mert még bejönnek a... Ajaj. Itt nincsen bonfire valahol? Mert ott van valami nagy dögszörny. Várjál már, ha sötét van, akkor nem lát elvileg. A király gyűrűje. Semmi se történt. Megvan a király gyűrűje. Megvan a király gyűrűje. De én őt viszont nem szeretném megtámadni. Közelharci csata. Hát én vele nem akarok harcolni. Vagy igen? De ő itt csak itt van. Ő engem nem bánt. Figyeld meg, ha fény lesz, akkor bántani fog. Várjál már, nem ő a Vendrick király? Mert itt van a páncélja neki. És szerintem ő lesz Vendrick király. Csak már ugye meghalt. De nem nagyon reagál arra, hogy ütögetem. Nem. Na várj, és ha felveszem a gyűrűjét. Most felvettem a gyűrűdet. Nem. A király szimbóluma, igen. Használd ezt, hogy átjuss a király kapuján. És menj messzi keletre. Átok hordozója, ha valóban te lesz a következő uralkodó. Akkor egy napon ugyanazon földeken fogsz járni, és nem fogod valójában tudni, hogy miért. Ha. Viszont valami bonfire az jó lesne ide. Mindegy, van hazatérő csontom. Igen. Ezzel visszamegyünk az előző bonfire-höz. És a király gyűrűjével. Igen, itt nincs is több bonfire. Hiába kerestem volna. Eljövünk ide. Mert tudunk szintet lépni. Mondjad, mekkora kalapácsot van, egy nagy üllőből csináltad. Oké. Hú, basszus. Lelkeket el kell költeni. Na így. Be mind a kettőt, anyát.
És ez meg Aizinek a lelke, a mostani bosszé. Őt nem bántjuk. Kelj fel, mert beszélni szeretnék veled. Szintlépésbe rámegyünk. Támadási erő. Most már csak egyet növel rajta, úgyhogy inkább az ügyességre megyünk rá most. És 24 ezer lélekkel ahhoz, hogy én szintet lépjek. Na jó, most viszont... ha minden igaz, legalábbis remélem, az erdőbe kell kimenni. Hol van az az erdő? Itt. Tehát ide kell eljönni. Ide is. Mert itt azt mondja, hogy balra már voltam, jobbra is elmentem, most erre szembe kell elmenni. Elvileg. Ezt majd mindjárt kiderítjük. Csak először még Mr. Pucót itt le kéne rázni. Remélem elfelejti hamar, hogy itt jártam. Most itt van egy ajtó, amit eddig nem tudtam kinyitni. És most megnyílik, igen. Tehát a király gyűrűjének hála, ez az ajtó, ez nyílik. Aldina erődje. Úristen, mi ez a hely már megint? Na mindegy. És vissza is csukódik, vissza hát. Megmérgezett dobókés. Mi történik? Vonzó koponya. Aha. Aha, előbb én leülök. Srácok, az a helyzet, hogy itt van egy bonfire. Én ezt begyújtom. És az a nagy harci helyzet, hogy én emlékszem. Tehát vannak emlékeim a játékról, így erről a helyről is. És ez a láda egy mimik. Na! Sötét maszk, meg deformált faszom tudja mi. Itt nincsen már semmi más. Na szóval. Viszont. A király gyűrűjével van egy olyan hely, amit innen lehet megközelíteni. Az a koborlós videóban pár évszel korábban. Biztos emlékeztek rá. Itt lecsúszok és átmegyek a hídon. Ott van egy ajtó. Tehát ez. Itt balra. Ez az ajtó, és azt hiszem a király szimbólumával nyílik. Bizony. Gyűrű szükséges. Tudom, már rajtam van az a gyűrű. És itt van egy bonfire. És itt meghaltak páran. Miért? Mi van itt, amit megöl? Ott egy fa. Csillog. Elvileg megvan a magja, nem? Nem történik semmi. Jaj, tudom, hogy ez hol van. Tehát még ezt a területet sem jártam be. Régmúlt idők szagossága. Tehát itt van lent egyébként valahol a tüzes kard. Csak nekem ugye arra nem nagyon van szükségem. Viszont ezt az itemet itt megnézem. Életkő.
Jaj, te közben észrevettél és rám támadtál. Jó van, hát annyi baj legyen, meghalsz. Két ütésből. Ezek meg mind egybe. Jó, az messzi van. Az ott hátas dob, és itt van bent, azt hiszem. Hát az ott nem tudom, hogy milyen lény. Ide be lehet jutni, és itt van a tüzes kard. Egyébként van egy olyan sejtésem, hogy itt a bossnál, ahol pár részsel korábban nem akartam lemenni, mert azok az ellenfelek még túl erősek. Köszi. Pont mondani akartam, hogy nyomjál már agyon. Jaj, te meg ide kerültél a hátam mögé. Jól van. Gyalogos pajzs. Oké. Hát én azt mondom, hogy itt van bonfire valahol. Szerintem nincs. Ha csak nem körbenyek. Az a baj, hogy több hazatérő csontot már nem akarok elpazarolni. Úgyhogy inkább körbe megyünk. Igen. Árja már, hát van még egy. Jaj, mennyi item van. Fákja. Van még? Ott van lent. Vagy fent. Várjál már. Oda szerintem így át kell ugrani innen a fáról. Prizma kő. És itt így ennyi. Oké, mászhatunk vissza megint. Dasz létre, felmászik. Igen. Itt valahol van egy lyuk, ezen meg bemászunk. Itt fent lesz egy tűzbombás, meg ez a csávó. Meg az íjász. Meg itt még egy. Ide úgyse tudsz feldobni bombát. Úgyhogy örülhetsz, életben hagylak. Ott volt valami mozgás. Hogy nincsen nála már olyan, ami nekem kéne. Na jól van. Utazás, és megnézzük, hogy jó felé megyünk-e egyáltalán. Ezt a területet bejártuk, ide megyünk. Tehát igen, jó felé jövünk. Húha. Szóval nem tudom, hogy a király gyűrűjére még szükségünk van-e. Hogy rajtunk legyen. Vajon elég lelkünk van ahhoz, hogy szintet lépjünk? Mindjárt kiderül. Még van a kontrollerre, a koszos. Koszos a kontrollerre. Na! Tudunk szintet lépni. Menjünk rá az ügyességre. Aztán most már lassan az életre kéne rámenni, meg a staminára, de arra nagyon. Utazás, és akkor, hát igen, fogynak a pályák, az a helyzet. Durgók alapja.
Jól van, srácok, ide jöttünk Aldia erődjéhez, innen fogom folytatni a következő részt, és legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!